Rejtélyes igazságok. Műsorvezető Jonathan Frakes. Azzal a kihívással állítjuk szembe önöket, képesek-e külön választani az igazságot a hazugságtól. 5 történet következik, melyekből némelyik igaz, némelyik nem. Képesek eldönteni, melyik igaz és melyik koholmány? Hogy ezt kiderítsék, be kell lépniük egy világba, ahol tény és fikció kézenfogva jár. A rejtélyes igazságok világába. Igaz-e vagy sem, a műsor végén kiderül. Következzen egy újságíró, akit olyan bűntényért tartóztattak le, amit el sem követett. Ha muszáj, tudnák igazolni azt, merre jártak egy adott időben? Vannak bizonyos dolgok, amik segíthetnek ebben. Blokkok, híváslisták, jegyek. És mi van, ha ezek nem elérhetők, vagy hitelességüket megkérdőjelezik? Vagy nincs szemtanú, aki alátámassza? Meggyőzhetik-e a rendőrséget, hogy azok, akiknek mondják magukat? Mi van, ha ők nem így gondolják? És nekik van szemtanújuk, hogy igazolja? Earl Gallagher tényekkel dolgozik, és azokat támasztja alá. De hamar megtanulja, mi van akkor, ha a tények ellene szövetkeznek. A detroiti Sun-Times új bűnügyi tudósítója voltam, és le kellett adnom egy cikket egy rablógyilkosról. Úgyhogy gondoltam, körbeszaglászom az Őrsön. Sok volt az akció Detroitban. Több, mint a szülővárosomban, Poughkeepsie-ben. Nem tudtam, mi van a portán túl, de ami ott várt, hát... olyan sohasem eshetett meg Poughkeepsie-ben. Nem, mert sűrűbb volt. Mondjuk így valahogy? Ő az! Ő az, aki kirabolta a boltom! Ő az! Itt van! Kapják el! Kapják el! Rólam beszél? Még szép, pontosan magáról. Egy fegyverrel hadonászott a boltomban és kirabolt. Dehogy raboltam ki magát. Megőrült, hogy csak így idejön. Maga az őrült. Jól van, mindenki higgadjon le. Biztos, hogy ő az, Mr. Porter? Sosem felejtem el az arcát. Ez őrület. A nevem Earl Gallagher. A Sun-Times-nak dolgozom, azért jöttem, hogy kérdezősködjek egy ügyről. Ellenőrizze a lapnál. Mindent ellenőrzünk. Ne izgassa magát. Rendben. Igazolja magát. Igen, hogyne. Nem hittem el, hogy ez történik velem. Bár a főszerkesztő kezeskedett értem, Mr. Porter továbbra is azt bizonygatta, hogy én raboltam ki a boltját. Ott fogtak, amíg meg nem vizsgálják a rablásról készült felvételt. Ekkor fordultak a dolgok rosszról, még rosszabbra. Ezt nem hiszem el. Mondtam, hogy ő az. Esküszöm, hogy nem én vagyok az. Valaki más, aki nagyon hasonlít rám. Ami engem illet, a szembesítés sikeres. Hogyan? Letartóztatom rablásért. Kulcsai össze a kezét hátul. Megbilincselem. Egy pillanat, ennek nincs értelme. Ha én tettem volna, akkor miért jöttem ide? Lelki furdalás. Azt akarta, hogy elkapják. Megesik az ilyen. Hát ezt nem hiszem el. Nem követtem el semmit. Újságíró vagyok. Nagy kár, hogy nem ügyvéd. Na. Nem hittem el, hogy ez megtörténhet velem. Kész rémálom. De hogyan bízhatott a szabamban bárki azután, hogy látta a felvételt? A fickó tökéletes hasonmásom volt. De akadt másik furcsaság is. Valami, amit nem mondtam el senkinek. Az a bizarr érzés töltött el, hogy közöm van a rabláshoz. Mintha ott lettem volna. Még ha nem is voltam ott. Nem először támadtak bennem ilyen érzések. Bűncselekmények képei, amikről nem is hallottam. Vagy mégis. Az motoszkált bennem, mi van, ha néha nem vagyok ura önmagamnak, és bűncselekményeket követek el. Talán más bűncselekményekben is részt vettem. Talán innen jönnek ezek a képek. Behozták a fickót, aki bevallotta, hogy kirabolta a boltot. Úgy tűnik, ezt megúszta. Láthatnám őt? Azt mondják, mindenkinek van egy hasonmása. Ő itt a magáé.
Nagyon különös volt. Ráfért volna egy hajvágás és borotválkozás, de így is, mintha magamat láttam volna. Mi a neve? Jonas Adams. Jonas Adams. Kiderítettem Jonas Adams TB számát, és nyomon követtem az életét vissza egészen a születéséig. Amire rájöttem, megváltoztatta mindkettőnk életét. Erre jöjjön. Te ki a fene vagy? A nevem Örgeleger. És én vagyok az ikertestvére. Mi van? Beszéltem Jonasszal az elképesztő információról, amit kiderítettem. Egy azon anya szült minket, aki aztán lemondott rólunk. Nekem szerencsém volt. Engem örökbe fogadtak, és szeretetben cseperedtem fel. Jonas nevelő otthonból nevelő otthonba dugták. Sokat bántalmazták. De mindkettőnkben ott volt az az érzés, hogy valami hiányzik az életünkből. Most már tudtuk, mi volt az. Sikerült elérnem, hogy a fivérem büntetését enyhítsék. Segítettem neki állást találni. Szóval így derült ki minden. Na mondják csak, megtörténhetett volna ez valaha is Poughkeepsie-ben? Két férfi, akik nem is tudtak egymásról. Mindketten ugyanazokat a géneket örökölték, ennek ellenére azonban ők ketten a törvény két oldalán álltak. Szóval mi az erősebb? A környezet vagy a gének? Ez az izgalmas történet az elválasztott ikrekről tényleg megesett? Képesek külön választani a missziámi ikerpárunkat? A tényt és a fikciót? A műsor végén kiderül, a történet igaz-e vagy sem. Következzen a titok, amely egy stoppos és egy kamionos találkozását övezi. Sok dal és történet szól a hosszú, magányos utakról. A problémák közül, amikkel egy kamionos szembe kerül, a magányosság a legnyomasztóbb. Ezért találták ki az ilyen szerkezeteket, könnyebben repül az idő, és a sofőr sem alszik el. Arra tervezték őket, hogy eloszlassák az elszigeteltség sötét, sűrű ködét, de néha a lélek egy emberi hangra vágyik. Nagy Joe éppen egy stoppost készül felvenni, Johnny Webbert, aki az idegenek jóságában bízik, hogy innen oda fuvarozzák. Johnny nem tudja, de élete legbizarabb útja várja. Egyedül voltam 14 éves korom óta. Nem viseltem el a folytonos veszekedést otthon, szóval leléptem, vissza se néztem. Városról városra kóboroltam, gyakran zűrbe is keveredtem. Nem volt annyira rossz, kivéve, hogy sosem volt megállás. Nem tudtam és nem is érdekelt, hogy melyik államban járok. Csak azt tudtam, hogy nem szeretek így élni. De nem bírtam rajta változtatni. Ez hihetetlen. Fuvaromakat pedig nem is toppoltam. Ugor fel! Én mondom, ezt az utazást sosem felejtem el. Mi a helyzet, fiam? A nevem Nagy Joe. Johnny vagyok. Johnny Webber. Merre tartasz, Johnny Webber? Nem is tudom, a városba. Járod az országot? Igen. Sok a látnivaló.
Hol az otthonod? Nincs, amit annak hívhatok. Na, öregem, pont olyan vagy, amilyen én voltam a te korodban. Leléptem 12 évesen. Nem jöttem ki a mostoha apámmal. Az anyám el nem hagyta volna semmiért. Gyűlöltem őt akkor. Azt hiszem, most már jobban megértem, csak nem akart magára maradni. Veled mi van? Velem is ez történt. Igen. Ívás és veszekedés. Elszöktem. Úgy tűnik, sok bennünk a közös. Ahogy mondani szokták, az élet nem habostorta. Volt valami nagy jobban, amit bírtam. Nem vagyok valami beszédes, de vele valahogy könnyen szóba álltam. Képes voltam elmondani neki dolgokat, amiket senki másnak nem. Miből tartod el magad? Ebből abból. Nem találtál semmit? Nem igazán. Majd fogsz. Bár olyan biztos lennék, mint maga. Én is lébeszóltam jó hosszú ideig. Aztán egy nap... kaptam $100, hogy átvigyek egy rakományt az országon. Minden megváltozott. Lehet, hogy a vezetést egyesek nem tartják sokra, de szívesen csinálom. Ez remek, Mázli. Mind mázlisták vagyunk, kölyök. Te, én, mindenki. Csak rá kell ébrednünk. Ez a nehéz. Dankolunk? Nem, itt a végállomás, fiam. Hát én nem bánnám, ha magával tarthatnék tovább is. Bocs, de mindjárt otthon vagyok. Itt ki kell szállnod. Kösz, hogy elhozott. Sok szerencsét, Johnny Weber. Be kell, hogy valljam, egy kicsit fájt. Nem értettem, miért rakott ki Nagy Joe a kamionjából akkor is ott. Egy pillanatra megfordult a fejemben, hogy kipakolom a pénztárgépet. De valami megállított. Segítség! Valaki segítsen! Segítség! Nem mozdul! Ne aggódjon, kihúzom! Próbálj az emelőt! Elromlott! Gyorsan! Szegek innen! Igyekeztem keresni valamit, amivel felemelhetném az autót, de nem találtam semmit. Nem úgy tűnt, hogy a fickó sokáig húzza még. Beleadtam apaid, anyaid, de meg sem moccant. Ekkor vettem észre, hogy ott áll mellettem. Nagy Joe. Szia, kék! Nem bírjuk felemelni, túl nehéz! Gyerünk, próbáljuk meg! Gyerünk! Tiszta! Na rúgja ki magát!
Megmentetted, kölyök? Hogyan csináltad? Kézzel felemeltük a kocsit a kamionossal. Á, egy kamionos, viccelsz? Nem, ő itt tett ki engem, majd visszajött, hogy segítsen nekem. Úgy hívták Nagy Joe. Nagy Joe? Hogy nézett ki? Nagy darab, ősz, rövid haj, bajuszos. Nélküle nem bírtam volna felemelni. Mi az? Fura. Élt valamikor egy kamionos itt. Őt hívták Nagy Joe-nak. Rövid őszhaja volt és bajusza. 5 évvel ezelőtt egy busz teli gyerekekkel megcsúszott és a kamionja elé került. Elrántotta a kormányt és lesodródott. A busz megúszta, a kamion nem. Az életét adta a gyerekekért. Biztos vagy benne, hogy Nagy Joe-nak hívták? Talán nem. Igen. Azon a napon megváltozott minden. Letelepettem a közelben, és kamionosként kezdtem dolgozni. Imádom, amit csinálok. Ahogyan Nagy Joe is imádta. Johnny találkozott volna egy kamionossal, aki hasonlított Nagy Joe-ra? Ha igen, nem túl nagy egybeesés, hogy még a nevük is megegyezett? Nagy Joe lelke segíthetett neki felemelni azt a járművet. Johnny egyedül nem bírhatta felemelni, mégis ismerünk olyan eseteket, hogy egyesek képesek emberfeletti dolgokra. A különös kamionos meséje megtörtént eseményen alapul, vagy megint csak félrevezetjük önöket? A műsor végén itt is kiderül az igazság. Következik az a kísértet, aki behatol egy családi grillpartira. Mi jellemezhetné jobban az amerikai életstílust, mint a kerti grillparti? Tökéletes lehetőség, hogy összegyűjjünk jót enni, sztorikat mesélni és nosztalgiázni. Történetünk főhős családja is újra összegyűlt. Különböző generációk, hogy megünnepeljék a családi köteléket. Csak hogy ezt a grillpartit egy más szellem uralja majd. Minden évben augusztus végén a feleségem Clarissa és én családi összejövetelt tartottunk a hátsó kertben. Mindenhonnan jöttek a családtagok, hogy megmutassák a gyerekeiket, élvezék egymás társaságát, és hogy egy jót tegyenek. És higgyék el, a mi családunk sokat bír enni. És milyen az új grillsütő? Az majd kiderül. Jó. De ez az év más volt. Mindnyájan igyekeztünk mosolyt erőltetni az arcunkra, de Harry bácsikánk hirtelen halála szomorúsággal töltött el bennünket. Mindig Harry volt a szakács, de most én viseltem a kötényt. Ajándék volt Harry bácsitól. Azelőtt vette, hogy meghalt. Milyen remek fickó. Igen, ő volt a legjobb. Így ment egész nap. Mindnyájan Harry bácsira gondoltunk. Ruth néni! Ruth néni! Óvatosan! Kiszórod a salátát a tálból. Oké, kész vagyok. Még maradt a tálban, ne aggódj. Oké. A nappaliban leszek, a sorozatomat nézem. Már így is lekéstem az elejéről. Jimmyvel küldess be egy tányérral, hogyha már készen van. Meg lesz. Rendben. Sosem változik meg. Gyerünk, passzod! Ez az! Gyorsan! Gyerünk vissza, passz! Itt a nagyon jó! Tudnál időt szakítani rá, hogy begyújtsd a grill? Persze! Bocsánat, elkapott a hív. Csak gyújtsd be a grillsütőt. Persze. Mi a gond? Nem tudom, nem megy. Hát kérd meg Ralphot, hogy segítsen. Miért? Olvastad a kézikönyvet? Igen, olvastam a könyvet. Nyisd meg a gázcsapot, megvolt, aztán nyomd meg a gombot, és mehet a munka. De nem mehet. Figyelj, Evan, mindenki nagyon éhes. Ma hozzuk elő a másik grillsütőt. Igen, ez jó ötlet. Ez fura. Hát
talán szüksége volt időre, vagy ilyesmi. Nem számít. Tök mindegy. Na, kezdődhet a munka. Hát. Ó, igen. Ezen az én nevem áll. Igen, micsoda szépségek. Ez egy remek sütő. És te remek munkát végeztél. Igen. Harry büszke lenne rád. Igen, annyira hiányzik. Tudom, mindjárt. Csodás ember. Oké, emberek, ideje enni! Mi van ezzel? Mi ütött ebben? Tudod, én véresen szeretem. Igen, Phil, neked külön csinálok egyet. Inkább kettőt, éhen halok. Oké. Hé, mi van ezzel? Nem tudom, furcsa dolgokat művel. Vissza! Vissza! Clarissa, hívd a tűzoltókat! Hol van a slag? Hol van a slag? Oké, oké, itt a slag! Itt a slag! Mi a fene? Nem, mi ez? Mi volt ez? Ezt nem értem. A grésütőjük tökéletesen működik. Tökéletesen működik? De miért csaptak fel a lángok olyan magasra? Fogalmam sincs. Talán belekapott a szél. Ha, nem is volt szél. Olyan kísérteties. Áj! Áj! Nehogy egyetek belőle! Félbeszakították a sorozatomat, hogy bejelentsék. Kóli baktériummal fertőzött hamburgerhúst árultak a boltokban. Ugyanolyan márka, mint amit a konyhában találtam. Micsoda? A tűz megmentett minket. Nem a tűz volt az, hanem Harry bácsi. A bizarr grillsütő tűz csak baleset volt? Ha igen, mivel magyarázzák, hogy később már tökéletesen működött? Mi a helyzet a grillsütő fedelével? Lehet, hogy Harry bácsi vigyázott a családjára és megóvta az ételmérgezéstől? Most önökön a sor, hogy eldöntsék, azt megtörtént, de csak nyugodtan. Ez eltart egy darabig. A műsor végén most is kiderül, a történet igaz volt-e vagy sem. Következzék az a ház, amely veszélyeket tartogat lakói számára. Mi ellen védhetjük otthonunkat? Vannak szerkezetek, amik jelzik a tüzet, a szénmonoxidot, a betörőket. Mekkora biztonságot nyújtanak? Elromolhatnak, lemerülhet az elem. Ki óv meg, a szerencse, a sors, vagy a véletlen, ami jelen van az életünkben? A Miller család új lakhelyre költözött. Úgy tűnik, itt minden szép és jó. De hamar rájönnek, hogy a biztonság csupán illúzió. Fred és én ki akartunk költözni a városból New England partjaira. Hosszas kutatás után ráakadtunk a tökéletes házra a Búszöbölben. Vigyázz rá, drágám! Mint a szemem fényére. Óvatosan! Krisztin volt az egyetlen gyermekünk. Nehezére esett elhagyni a barátait. De Freddel úgy döntöttünk, a vidék megfelelőbb a városnál egy gyerek számára. Tényleg szép ez a tájkép. A pincében találtunk egy olajfestményt. Azonnal beleszerettem. A ház előző tulajdonosa festette, Margaret Whitney. Tényleg gyönyörű. Mi gyönyörű, Krisztin? A néni. Egy új képzeletbeli barát? Nem, dehogy is. Ne aggódj, drágám. Nagyon sok barátra akadsz majd itt is. Csupán idő kérdése. Oké? Okay? Uh-huh.
Otthonosan éreztem magam az új házunkban. Nagyon tetszett a hely, amit Fred választott a festmény számára. Tökéletes volt. Vagy egy tonna tűzifa van hátul. Hol van Krisztin? Ágyban. Várja, hogy jó égpuszit adj neki. Minden rendben? Hiányolja a barátait. Ezért talált ki egy képzeletbeli társat. Ó, majd csak megszokja. Rendben lesz minden. Veled mi van? Imádom ezt a házat. A város egyáltalán nem hiányzik. Igen. Nekem sem. Mi történt ezzel? Biztos elszakadt a zsinór. Nem. A zsinór épp. Nem tudom. Jó a szellőzés. Biztos lecsúszott a szögről, vagy ilyesmi. Sokat töprengtem a festményen és az érzéseken, amiket keltett bennem. És az a különös baleset, hogy leesett a falról. Ébren hánykolottam az ágyban. Mesd meg! Kérlek, mesd meg! George, mesd meg! Ki maga? Mit akar? Krisztinnek szüksége van rá. Megy oda! Gyorsan! Mi a baj? Kivel beszélgetsz? Valami. Istenem, Krisztin! Mi az? Mi a baj? Ó, Istenem! Ég a házunk! Krisztin! Jövünk, drágám! Krisztin! Krisztin! Papi! Mami! Itt vagyunk, ne félj! Gyorsan, Fred! Gyorsan! Ahogy mondtam önöknek, a falak megégtek, de az alap nem károsodott. Micsoda kupleráj. Szerencse, hogy ki tudták menteni a kislányt. Jól van, igaz? Igen, jól van. Elvittük a suliba. Nem akartuk, hogy lássa ezt. Egy angyal őrködött felette. Igen, biztosan. Hé, Fred! Alig ismertem fel. Megpörkölődött a tűzben. Ezt nézd! Ez a festmény a nappaliból. Hogy került ide? Az egyik emberen felhozhatta, bár gőzöm sincs, mi oka lehetett rá. Mi ez? Ó, Istenem! Ez az a nő, aki figyelmeztetett, hogy tűz van. Hogy lehet ez? Nem tudom. A nő a festményen Margaret Whitney volt. A ház korábbi tulajdonosa. Az önarc képére festette rá a tájképet. Azt is kiderítettem, hogy 50 évvel ezelőtt tűz pusztított a házban. Margaret túlélte, de nem bírta kimenteni a kislányát, aki egykorú volt Krisztinnel. Néhány hónappal a tűzvész után Margaret meghalt. Sosem heverte ki kislánya elvesztését. A házat, amiben Millerék beköltöztek, a régi tulaj szelleme uralta. Vajon lelke végre megnyugvásra lelt, miután megmentette Krisztint? Vagy a kislány valójában anyja álmának köszönhette életét? Mellesleg senki nem vállalta, hogy ő vitte volna fel a festményt Krisztin szobájába. Hogy került oda? Hogyan ítélnek a titokzatos festmény történetében? Valóság? Vagy csupán púder? A rejtélyes igazságok folytatásában eláruljuk, melyik történet volt igaz és melyik nem.
Most ideje elárulnunk, mely történeteket inspiráltak valós események, és miket találtunk ki. Hogyan ítélnek a történetben, amiben a feleség lelke más nőkben tűnik fel újra? Tény vagy fikció? Hogy van az én kis drágám, ha? Ó, napról napra jobb lesz a szárnyad. Igen, itt hagysz minket hamarosan. A gondolatát sem bírom. Hé! Hey. Jól vagy? Igen. Ez semmiség. Ha úgy gondolják, hogy igaz volt, csalódnak. A sztorit íróink találták ki. Mi a véleményük a téves azonosításról és az ikrekről? Behozták a fickót, aki bevallotta, hogy kirabolta a boltot. Úgy tűnik, ezt megúszta. Láthatnám őt. Azt mondják, mindenkinek van egy hasonmása. Ő itt a magáé. Ha úgy vélik, valós eset inspirálta, jól teszik. Hasonló történt meg egy ikerpárral még a 80-as években. Most nézzük vissza a szellemkamionos történetét, aki segített egy fiatal emberen. Igaz vagy hamis? Nagy szia, kölyök! Nem bírjuk felemelni, túl nehéz! Próbáljuk meg, jó? Gyerünk, gyerünk! Tiszta, na rúgja ki magát! Úgy vélik, a valóságban gyökerezik? Ezúttal nem. Helyi legenda. Vessünk egy pillantást a rejtélyes grillsütőre, ami megmentett egy teljes családot. Valóság vagy koholmány? Hé, mi van ezzel? Nem tudom. Furcsa dolgokat művel. Vissza! 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 Hívd a tűzoltókat! Hol van a slag? Hol van a slag? Vigyázzatok! Oké, itt van a slag! Itt van a slag! Gyorsan! Úgy gondolják, kutatásaink bizonyítják a sztorit? Pontosan. Egy családdal esett meg Floridában a 80-as években. Nézzük meg a kísértetet, aki arra figyelmeztette a szülőket, hogy veszélyben van a lányuk. Krisztinnek szüksége van rád. Menj oda, gyorsan! Mi a baj? Kivel beszélgetsz? Valami... Istenem, Krisztin! Mi az? Mi a baj? Ó, Istenem! Úgy gondolják, ez valódi? Kutatásaink szerint hasonló esemény történt meg egy farmon valahol északkeleten. Mennyire volt pontos ma a látószögük? Képesek voltak külön választani a koholmányt a valós eseményektől? Gyakran kerülnek szembe ezzel a kihívással. A hamisság és az álcázás nehezen érzékelhetők. Szembe kerülünk az igazsággal, csak hogy rájöjjünk, ez az igazság különös rejtélyekkel bír. Viszontlátásra! Az azonosítás és a grillparti történetéhez az író Robert Reilins kutatásait használtuk fel. A rejtélyes igazságokat látták. Tartsanak velünk legközelebb is!